A szöveg megfelelő bekezdésre tagolása után, amelyet így elkészítettem, meg ide beütök egy entert, így elválasztva minden bekezdést egymástól, amint a szerint is, ha megnézzük, így nézett ki. Igen, jönnek a képek, ugye ide jobb oldalra kell ez a kép, és ide a két bekezdés közé el. Tehát ez a kusnak a képe, ez pedig a Memex, a ő általa megtervezett eszköz. Na most azt mondja a feladatleírás, hogy a Vannevar-Bush JPG képhez 5 pontos jobb és bal margót kell beállítani, a Memex JPG-t pedig középre kell beilleszteni. Na nézzük akkor, hogyan történik ez. Én ide állok ebbe a bekezdésbe, és most teljes képernyőre megyünk át, és azt mondom, hogy beszúrás kép, és fájból, és a Vannevar-Bush kép. Hát először is azt kéne neki mondani, hogy ő jobb oldalra kerüljön, ami azt jelenti, hogy balról kerüljön a szöveghez közelebb. Így, ez így rendben is van. És akkor, amit még kért a feladat, hogy 5 pontos, tehát még egyszer megnézem, ha jól emlékszek, itt volt, hogy 5 pontos jobb és bal barkót kért a feladat szövege. Tehát a vízszintes margó az 5 pont, függőleges margó az méret arány szegélyt nem kért, körbefuttatás, igen, oké. Itt megvan az 5 pontos margó, a másik irányból az 5 pontos margó az, itt képhez állítson be 5 pontos margót, a képre vonatkozik, de érdekes számomra, hogy én másik irányú margót, én itt nem látok. Vízszintes margó az azt jelzi nekem, hogy ugye mindkét irányban, balról, jobbról. Függőleges az fölülről lefelé, tehát ez itt, én ezt így elfogadottnak tekintem. Következő a kép, a Memex kép, amely mindösszesen az a probléma, itt be kell ütnünk egy entert, hogy elváljon egyértelműen, itt is új bekezdésbe kerüljön a szövegtől, hogyha én ezt középre igazítom, akkor most azonban végezzem ezt a műveletet másként, szúrjak be előbb egy bekezdést, ide, meghatározott helyre, itt akkor ugye feleslegessé válik egy enter, és ebbe a bekezdésbe helyezzem el a képet az adott fájlból, és itt tegyem középre. Itt már minden gond nélkül középen van, és nem is zavarja a körülötte lévő szöveget, amely továbbra is balra igazítottan jelenik meg, úgyhogy ez volt a helyes megoldás. Amit még, azt mondom, hogy mentés, mert majdnem készen vagyunk, amit még én mindenféleképpen szeretnék megtenni, hogy megnézem a file menüben a tulajdonságait ennek a lapnak, és nincs címe. Nem túlságosan szerencsés, hogy egy weblapnak
címe. Meg is nézem egyébként, hogy nem mondták-e a feladat elején, hogy mi legyen a címe. Nem látok erre való utalást, de nincs szerencsé, tehát nem szerencsés megoldás, mert ugye a böngészőben, bármilyen böngészőben a címsorban ez fog megjelenni, úgyhogy én el fogom nevezni őket, tehát adok nekik egy címet. Azt mondom, hogy ennek a lapnak a címe az lesz, hogy Várhus. Ha jól írtam a nevet, igen, és a másiké, és ezt leismertem, az pedig az lesz, hogy az internet története. Így. Jó, ezt is lementem, és most ki fogom próbálni természetesen őket. Ugye innen meg tudjuk azt tenni, hogy megtekintés böngészővel, mondjuk 800x600-as méretben. Igen, ez így néz ki, ez rendben is van. Megnézem, hogy működik-e a link. Működik a link. Visszalinkelek az elsőre, és megnézem, hogy ez a link is működik-e. Hát egy kicsit tovább tart, még kimegy a neten a megfelelő honlapra, de úgy néz ki, hogy ki fog menni, és meghívja az adott honlapot. Igen, itt van. Jó, elkészültünk, működik a honlap, megcsináltuk a középszintű érettségi feladatot. Innen folytatjuk.